Köszöntöm nézőinket, a fotóalbum mai vendége Serrel Sándor. Sanyi bácsi igen sokféle képet hozott magával, és nem csak képeket, hanem olyan emléktárgyakat is, és emlékeket, amelyek a család történetébe mutatnak nekünk egy kis betekintést. És hozott egy olyan fényképezőgépet, ami több mint 100 éves, és hát ugyancsak a család egyik tagja használta. Talán ha Gábor említetted a fényképezőgépet, akkor a fényképezőgép története azért is érdekes, mert az egyik nagybátyám felesége fényképész volt. Egy nagyon híres fényképésznél, szekszárdiaktól, a megyeiek, de dunántúliak számára is neves, a Borgula fényképésznél tanult, és hát ő nagyon sok eseményt a századforduló után megörökített, és gyűjtött néhány fényképezőgépet, így az első Magyarországon ilyen gyártott fényképezőgépet is gondolom, hogy gyűjthette, így örököltem, aminek bizonyára, ha az összes felvételét ide tudnánk idézni, akkor az egy nagy kuriózum lenne. Akkor egy pár szekszárdi emlék és könyékbeli emlék előkerül. Van, a bőség zavarával küzdöttem, megmondom őszintén, hisz nem csak én, a családom, főleg a fotós, de a családban is, ahogy a fényképezőgép megjelent, gyűjtötték a képet. Sanyi bácsi is fényképezett valaha, fotózott valaha? Én is fényképeztem. Mindig egy kicsikét inkább családi vonatkozás, inkább az iskolai kirándulások során. Itt csoportosította a képeket. Egyébként valóban így van, hogy a bőség zavara az, amivel küzdködtünk, mikor az adásra készültünk, hiszen rengeteg fotó és rengeteg olyan emlék van, amelyet szívesen megmutatna és megosztana a kedves nézőkkel is Sanyi bácsi. Viszont akkor kezdjük el a fotókat nézegetni, hogy melyik kép miről szól, kiről szól, illetve ki van rajta, hol készült, milyen alkalommal egy-egy ilyen kép? Hát talán édesanyám, édesapám esküvői fotója, rajta a fiú testvérek közül három, és hát két olyan neves órás, sajnos a apám a harmadik, a negyedik neves órás akkor már Amerikában óragyárat épített, és a fél Európát bejárva ott járt, így csak három órás van, mert egy órás tradicionális família is szerepel. Hát talán édesapám ifjúkori képe is, mint érdekesség, és mindjárt, amely képet már látták nagyítva, szintén a Scherer ifjak, akkor még ifjú fiatal emberek az ország első Kossuth szobor avatásánál, melyre a nagyapám gyűjtött, hisz erről beszéltünk már, ne szaporítsuk a szót. Hát néhány Scherer nagybácsiról hadd szóljak. Hát említettem az amerikai Scherer órás nagybácsit. Ezt nem lehetne letagadni, hogy ez a fotó Amerikában készült. Hét nyelven beszélt, bejárta Európa összes számottevő óragyárát, fejében kivitte azokat a műszaki és technikai dolgokat, és egy nagy pénzű tőkés megbízásából óragyárat épített. Ez egy hosszabb történet, majd bejárta a világot. A felesége se akárki, 54 éves korában természettudományra adja a fejét, és biológiából doktorál, mint érdekesség, persze más anyagi körülmények között voltak akkor ők már, mint az én családom. Igen, ez épp Los Angelesben készült. Egy másik Scherrerről hadd szóljak, amely, akinek a szerepe a magyar történelem és a világháború történelmével kapcsolatos. Apám öccse
bevonul az osztrák-magyar monarchia hadi tengerészetébe, és a tengerhajókról küld üdvözlőlapot, itt is szerepel egy A87-es F-hajó, melyet bátyjának küld szabadságra menetele alkalmából, de a Szent György hajó, szintén egy csatahajó vagy cirkáló, nem vagyok katonai szakember, nagybátyám küld több ilyen képet, hazajön, akkor tartja meg az esküvőjét, szintén majd visszatér, részt vesz a katarói ütközetbe, ott van, amikor a matróz lázadás is lejátszódik. Érdekes történeteket mesélt el még életébe. Nekem is pontosan nem emlékszem, mert 4 évesen voltam, amikor meghalt. Sanyi bácsi igen sokat tud a családjáról visszamenőleg. Vajon mi indította el abban, tehát így kutasson a család emlékei között? Mi adott indítatást erre? Bizonyára szerepe volt annak, hogy büszke voltam a családomra. Volt kire büszke lenni, és olyan emberek voltak, akik nem egyszerűen csak mesteremberek voltak, hanem önműveléssel, akarattal képezték magukat. Szerencsések is voltak, hisz az osztrák-magyar monarchiában nem csak Magyarország határain bolyongtak, így nyelveket is tanultak, művelték a nyelveket, és olvastak, és világot látott emberek voltak. Menjünk tovább a fotókban. Igen. És az emlékekben, hát, nagyon sok van. Ha már az Ornás familiáról beszélek, mutatok egy képet, édesapámnak küldték. Ez a kép a 150 éves Hózer órás budapesti képét mutatja. Hózer mester akkor Magyarország talán a monarchia leghíresebb órása volt. Ő járt a budai várba és Bécsbe a burba lévő órákat javítani. A 3 Scherer órás gyerek is itt szerzett gyakorlatot, vagy majd ment külföldre. Úgyhogy a kapcsolat később is megmaradt, hisz a dátum alapján ez 39-be íródott. Hát a képek a bőség zavarával küzdve talán még az első március 15-e Kölesen, hisz a család szülőfaluja, szülővárosa, és még hogy a családról valamit mondjak, hát a család utolsó előtti állomása ő Németország, de nagyon messziről indultak el. Itt a Tübingen, jártam az ősök útján a tübingeni vár bejáratánál, ők Tübingenből indultak el, majd Magyarországra, majd CS mesteremberek, Mária Terézia tánév telepesként jelennek meg, és kötélverők, kékfestők, kovácsok, majd órások és többféle szakmát műveltek. Hát a családomról, lányom kiskorában 2 nagyon kedves balatoni képem, hát egy fotó maradt a hadseregről, amihez kellemes, de sok kellemetlen emlékem fűződik, mert ott voltam a szerb határon, nem messze Baján egy laktanyában, amikor a 3. világháború bekacsingatott, titott láncos kutyának hívták határon. Ez is egy, hát egy kövérebb fiatalember jelenik meg, nem ilyen kopaszondós hajjal. Egy levelezőlap van a kezemben, Tompa Mihály Gólyához című verse megzenésítve. Azért hoztam el, mert
nagybátyámnak címezték, küldték ki, nem postán, egy amerikás magyar vitte ki. Ezt a levelező lapot azért nyomatták, hogy az amerikai magyarok emlékezzenek a hazájukra. A vers is ugye emlékeztető, a hazához való hűség. Hasonló két levelező lapot őriztem meg, Széchenyi mondásával, Széchenyi, aki a Dunát szabályozza és a gőzhajózást beindítja, régi fényképek, nem maiak, megsárkultak, de nekem, mivel a családnak 48-as emléke elég mélyen rögződött, hisz erről beszéltem, már nem akarom ismételni a 48-as emlékműsort. Két érdekes kép van még a kezemben. Bogár Pista barátom még ifjú titán énekesként Tolna megye első híres népi együttese, ének és tánckara, amelynek a születésénél egy kicsit én is bábáskodtam, hisz a kultúra munkása voltam, amelyre nagyon büszkék, nem csak a sárpirisiek, decsiek, őcsényiek, sok bátai is volt közöttük, bár itt lenne Bogár Pista közöttünk, akinek elévülhetetlen érdeme van a Tolna megyei kultúra, a néphagyomány megőrzésében és ápolásában. Ha már 1848-ról beszéltünk, kezembe került véletlenül egy kiadvány. Ezt 100 évvel később Szekszárdon nyomatták, a centenárium tiszteletére egy ünnepi mezőgazdasági hetet, kiállítást rendeztek, de ennél is érdekesebb, ha olvassuk, kik a védnökök. Legfőbb védnök Nagy Imre, az országgyűlés elnöke. Fővédnök dr. Ortutai Gyula. Darvas József, Dob István, Duli Jenő, aki a Kisgazdapártnak képviselője volt, de itt több olyan személy, aki a politikai életben meghatározó személyiség volt. Hát, ez érdekes egyébként, hogy őszre tevődött ez a program. Szeptember 26-a és október 2-a között van. És hát 1948-as a kiadvány, egy ünnepi hét Szekszárdon. Érdekes az egybeesése ennek a dátumnak azokkal a őszi programokkal, amik itt egyébként meg is léteznek Szekszárdon. Igen. Akiknek a 56-os eseményekkel hát komoly szerepük volt. Nézzük tovább a fotókat. Hát hoztam, most talán szakadjunk el személyemtől, majd térjünk talán vissza az iskolámhoz. Az 1930-as években hát a repülés nagy fejlődésnek indult, és néhány repülő Tolna megyében esett le, és kettő szerencsétlenség, egy pedig egy gyűjtemény, hogy milyen repülők, a 20-as, 30-as években milyen repülők szálltak itt felettünk. A kettő sérült, lezuhant repülőgép, az ott földet ér, nem tudom a részleteket, ez valahogy kimaradt a családi archívumban, képarchívumban kaptam rá. Érdekesség, egy után nyomott $1 van a kezemben, hát ez ma is csinálnak ilyent, na nem a pénzhamisítók, hanem reklámként, nem ez az érdekes. Hát az érdekesség, amely a hátlapján van, Dél-Amerikából indult, csoda keréken a föld körül egy nemzetközi artista 1924 évben indul el, akkor megtesz 33 000
500 kilométert 4 világrészen túl van, még hiányzik neki 7000 kilométer, és a Tour de France klub kéri, hogy támogassák, adakozzanak, hogy meg tudja tenni a maradék. Nem tudom, miért őrizték meg, bizonyára ezért fizetni kellett. Valószínűleg ezzel támogatták, ezzel vagy ennek támogatták a hatására. Nagyon érdekes, szintén a 20-as években annyi sorsi, egy szerencsejáték, minden szerepel, hát akkor is volt szerencsejáték, hát így nézett ki, magánkiadásban Török és társa. Tehát egy ekkor, egy sorsjegy. Egy sorsjegy, így nézett ki, ezt le kellett, nem dobták be, le kellett vágni. Térjünk vissza a fotókhoz. Igen, a fotó. És Sanyi bácsi egy munkája. Egy nagyon érdekes kapcsán. Fotó. Sorozat van a kezemben, az iskolámmal, Babits Mihállyal kapcsolatos. Babits barátja, aki keresztúri Ernő, aki, hát másolatot hoztam az iskola albumában, akit meghívtunk az iskola 25. évfordulójára, Babits születése évfordulójára, rendeztünk egy ünnepséget. Ő nagyon érdekes dolgokat élményszerűen mondott el Babitsról. Itt beszél Csányi László barátom, ül a jobbján. Én is itt az iskolában nagy ünnepséget, hát a Babits szobornál a gyerekek szavalnak, kevésbé érdekes. Amire egy kicsit büszke vagyok az iskolámmal kapcsolatban, talán szerény személyemnek volt szerepe, hogy a Babits alapítványra gyűjtöttünk, és Babits utolsó élő barátját tudtuk meghívni, és létesítettünk egy plakettet. Az iskolámnak nem régen volt a 40 éves évfordulója ezzel kapcsolatban, és hát egy szép kis ünnepség, itt én is beszéltem Babitsról, és hát 82-83 óta minden tanévben egy diák megkapja pénz kíséretével, emlékezzen a költőre, emlékezzen iskolájára. Vannak még olyan fényképek, most következik az, ami a sporthoz kötődik. Ami a sport. Hát ugye itt, hogy azt mondjam, hogy még a súlyemeléssel kapcsolatban... Sanyi bácsának milyen kapcsolata volt a súlyemeléssel? Hát mondjuk el azok számára, akik kellene, nem tudják. Igen, hogy kerülök én kapcsolat? Hát magam sportoltam, inkább atlétizáltam fiatalkoromban, rövid ideig birkoztam. A súlyemelők megkerestek, hogy kellene nekik hely. Sokan kerestek, helyet nem tudtunk adni, volt egy széntároló, megszűnt a széntüzelés, olajra tértünk át, és én felajánlottam. A súlyemelők kemény, szorgalmas gyerekek voltak, és ott létesült részben egy kis támogatásukkal a súlyemelő terem. Onnan indult el Tolna megye, komolyabb fejlődésnek a súlyemelés. Majd felkértek szakosztályelnöknek, megyei elnök voltam 20 évig, jelenleg csak tiszteletbeli elnök vagyok, szomorú vagyok, mert a sportág... Kedvenc sportága lett Sanyi bácsnak a súlyemelés? Tehát a kedvenc sportága lett? Hát úgy lett kedvenc sportága, belekerültem, mint Pilátus a krédóba, élettem az elnök, tehát így kezdtem támogatni, és kezdtem megismerkedni. Hát... Emlék az Európa-bajnokságról, világbajnoki fordulók, Európa-bajnok, ifi világbajnokaink vannak. Hát
jártunk jó néhány országba, talán egy képet Szanka Attilával, köztársasági elnökünk öleli át Attilát. Úgyhogy Gönc Árpád. Ja, az olimpiai faluban az készült. Az olimpiai faluban Mátrai ifjúsági világbajnok második helyezett. Itt az iskolámban, ahol a csapattal vagyunk, a húsos kupa sorozat, a régi csapattagok, 10 éves, mert a Dózsában kezdődött a súlyemelés, 10 éves a súlyemelés. Hát itt a 71-es súlyemelő olimpiai bajnokság. Úgyhogy, hát talán erről ennyit. Az iskolánál egy nagyot ugrottam, pedig nem a Babics iskolánál kellett volna kezdeni, hanem a Ady Endre 505-ösben kezdtem a pedagógus pályafutásomat. 10 évig voltam nevelési igazgató. A több ezer fénykép közül több mint nem találtam azt a képet, amikor először megjelentünk Keszthelyen a Helikomon. Hát elég lenéztek bennünket, mert az első szakmunkás képző iskola tanítványai volt. Hát szakmunkás képzőben egyszerűbb gyerekek, és szabad azt mondanom, nem nagyon foglalkoztak irodalommal. Szekszárdon, Tolna megyébe úgy látszik, más volt a vezetés. Kaszás Imre, Jeszenszky László, Serre Sándor volt akkor ez a hármas vezető. Mi kedveltük a művészetet, irodalmat, és hát akkor épült meg az új iskola, és a piac téri, ahol jelleg a bank van, üzletházak vannak, onnan költöztünk át, és Dittert Jenő barátommal, ő volt az irodalmi színpad vezetője, betörtünk ezt helyre a szakmunkásokkal. 7 aranyérmet, több ezüstöt és bronzérmet hoztunk, kezdve a szólószámoktól, szavalókórustól, zenei számoktól, egyéni szavalók, hát egyszerűen megdöbbentettük a publikumot és a zsűrit, mert a szakmunkás. Ez már a hármas iskola, hát néhány tablót elhoztam. Gondolom van bőven. Bőven van, igen. Hát az iskolám már egy kicsit felújított, de hát most már megint újra néhány tanépzár ünnepség, ahova tisztelettel meghívtak, néhány ballagási kép. Hát, hogy éli meg az ember ezeket a ballagásokat? Igen. Minden igen. Évben itt is látom, Sanyi bácsi egy ballagó talisznyával igen. Megy. Hát, hogy élik meg a tanárok, a pedagógusok ezt, és egy igazgató, hogy elmennek a gyerekek, akik hosszú évekig ott vannak? Én azt mondhatom, hogy nekem nagyon sok gyerekem van. Nekem több mint 20 000 tanítványom volt. Hisz nem csak a szakmunkás képzőben, hanem a Cipernocki kiejzett tagozatában is tanítottam, másutt is tanítottam. Egy olyan érzés, hogy boldogság és fájdalom is. De ebben a fájdalomban büszkeség is van, hogy ezek a gyerekek eljutottak. Általában 3-4 osztályba tanítottam, történelmet tanítottam, és amire kicsit büszke vagyok, a nagy többség megismer 10 évvel a nyugdíjam után, de hát ha azt mondom, hogy 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt a szakmunkás tanítványaim is, az ember, amikor látja őket, ahogy megnőtek, ahogy alkotnak, ahogy tesznek, ahogy tolják a gyerekkocsit, a volt lányaim, ilyenkor nagyon boldog és büszke vagyok. De sok bennem azért
a fájdalom, mert nem taníthatok már, nem lehetek köztük, hiányzik gyakran az iskola, hívnak, ritka olyan hónap, hogy egyszer-kétszer be nem megyek, meg nem látogatom őket, és ilyenkor egy kicsikét hevesebben ver a szívem. Azt a szeretetet, ahogy a történelemmel, akár is a család történelmet is nézve, ahogy a Sanyi bácsi foglalkozik, ezt tovább lehet adni a gyerekeknek, vagy sikerült valakiknek tovább adni, úgy Isten igazában ezt a dolgot? Ezt a fajta történelem szeretetet? Hát ezt ők tudnak megmondani, de meggyőződésem, hogy tovább lehet adni, mert akik tesznek ezért a városért, ezért a megyéért, és ahogy itt jó néhány tanítványom dolgozik, alkot és szereti ezt a várost, és ha találkozok velük, hogy beszélnek erről a városról annyi szeretettel, melegséggel, bizonyára valamit továbbadta. Nézzünk itt a végén egy-két albumot, amiben nem csak fotó, illetve most még látom, van itt egy fotó, de amiben nem csak fotók vannak, igen, hanem van más is. Még valami. Egy fotót hoztam el. Hát az élet olyan volt, hogy az elemi iskola után polgáriban mentem, és ez a polgári iskolai fotó 44-ben végeztünk. A jelenlévők közül, amely itt 28 tanuló, ha jól emlékszem, bizony számadást tettünk nem régen néhány barátommal, volt osztálytársammal, 7 vagy 8 élünk. A háború kegyetlenül elkapta ezt a korosztályt, és a háború után is szedett áldozatokat. Néhány volt osztálytársamra, akikre büszke vagyok, és kezdeném Fejér István professzorral, aki Tolna megyeiről is tanulmányt közölt, német telepesekről, a Hűség hazáért mozgalomról, Diófási professzor úrról, hogy szóljak, szintén osztálytársam volt, Klein Sándorról, aki a gyógyszervegyészetben világhírű magyar gyógyszergyártásban több felfedezéssel és találmányával gyarapította. Hát az album. Egy érdekes album, szüleimért őrizték meg. Az est ma nem sokat mond, de az 1910-től a második világháború előttig az egyik nagyon neves újság volt. Ez néha kiadott egy albumot a 25-ös évfordulóra, 1910-től 35-ig adott ki egy albumot. Szenzációs ez az album, nem csak politikával, Ferenc József a trónon, nem csak az akkori miniszterelnökkel, gróf Tisza István, gróf Andrássy Gyula. Itt a háború előtti dolgok, a divatról nagyon érdekes, szenzációs képek. Azt hiszem, ezt az albumot még nagyon sokáig tudnánk, igen, nézni. Sanyi bácsi, közben lejár az időnk, még egy album van itt, amit hozott. Még egy albumban szintén kapcsolódik a politikához. Amit én éreztem, Tisztelt Ház, ugye ez a címe? Tisztelt Ház, parlamenti karikatúrák, szenzációs a karikatúra. Madaras László, nagynevű politikusok, a kornak nagynevű politikus, számozó példány, mit mondjak, szerepelnek itt ebben, hát szenzációs. Különböző politikai államtitkárok, miniszterek, háznagyok, kisgazdapárt tagjai, a szociáldemokrata párt képviselői, a nemzeti pártnak, a különböző egy biztos, pártoknak, hogy igen, jó kis grafikák és karikatúrák készültek akkor is. Maga az előszó, igen, is,
a kor úgy jellemző figurái szerepelnek benne, és oly nagyszerű karikatúrával, hogy én azt mondhatom... Egy picit belenézzük majd ebbe az albumot. Én azt mondhatom, hogy ma sok karikatúrista tanulhatna. Sanyi bácsi, én azt hiszem, hogy igazán nem tudtuk lezárni ezt, hiszen még amit nem is mutattunk be, és nagyon sok minden, amit elhozott. Én minden esetre köszönöm, hogy megosztotta velünk azokat a képeket és azokat az emlékeket, amelyeket ide ma a stúdióban elhozott nekünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott a fotóalbum mai adása, a viszontlátásra.